A rendőrök összehangolt akció keretében Rácsalmási otthonában fogták el a drogdílert. A rajtaütést mindenre kiterjedő nyomozati munka előzte meg, kiderült, a gyanúsított külföldről szerezte be a kábítószert, és az Dunaújvárosban, valamint a város környékén adta tovább. A dílerkedéssel több millió forintot keresett. A nyomozás adatai szerint a 25 éves dunaújvárosi férfi külföldről szerezte be a drogot, és azt Rácsalmási tartózkodási helyén, illetve a közeli településeken tovább értékesítette. Munkatársaim a férfit Rácsalmási lakóhelyén elfogták, őrizetbe vették, és kábítószerkereskedelem büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A járásbíróság le is tartóztatta a férfit. A Rácsalmási elfogást követő házkutatás során különböző típusú kábítószer gyanús anyagot és a méréshez, porciózáshoz szükséges tárgyakat, informatikai eszközöket találtak és foglaltak le a rendőrök. A nyomozók autót, játékgépet, televíziót, ékszert, karórákat és készpénzt foglaltak le.